Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat és vendégünket is, Tomolya Jánost, terrorizmus szakértőt. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Az iráni-izraeli helyzetet szeretném, hogyha segítene egy picit jobban megérteni, méghozzá azért is, mert ugye itt a terrorizmus és maga ez az egész közel-keleti helyzet nem elválaszthatatlan egymástól. Kezdődött azzal, bár amikor azt mondom, hogy kezdődött azzal, akkor nem tudom, meddig visszamehetnénk az időben, de most kezdjük azzal, hogy Damaszkuszban történt egy olyan támadás, sokan Izraelnek tulajdonítják ezt a támadást, amit egyébként hivatalosan ő nem vállalt el, amiben több iráni tisztviselő meghalt, és talán itt kezdjük a történetet azért, mert magát ezt a támadást is sokan értetlenül fogadták, hogy miért volt most erre szükség, ha Izrael követte el, akkor most mi értelme volt ennek az egésznek, ha nem, akkor másnak miért állt volna érdekében iráni tisztviselőket megölni, illetve Irán nyilván az események fényében tudjuk, hogy válaszcsapást mért ezért Izraelre, tehát ő is úgy gondolja, hogy Izrael lehetett a dolgok mögött. De miért lehetett erre szükség, vagy miért gondolták azt, hogy ez ennyire fontos éppen akkor, amikor Gázában egyébként háborút vívnak, illetve ugye a északon a Hezbollah is fenyegetést jelent Izrael számára, és többen gondolták azt, hogy talán azért, mert hogy ezek a tisztviselők egyfajta összeköttetők lehettek Irán és a Hezbollah között. Mennyire tartja ön ezt reálisnak, illetve a Hezbollah, mint terrorszervezet, azért mennyire van bekötve Iránhoz? Erről egy kicsit talán érdemes többet beszélni, mert iráni proxinak szoktuk mondani, de mit jelent ez a gyakorlatban? Hát ott kezdeném, hogy a szakértők szinte 100%-a egyetért abban, hogy ezt a támadást valóban Izrael követte, független attól, hogy ő maga esetleg hivatalosan nem ismert el a támadást, de tudjuk azt, hogy F-35-ös repülőgépek szálltak fel Nevatim légibázisról, és hát a rakétákkal kilőtték ezt az épületet, ami egyébként az iráni konzulátusnak a része, tehát ami egyértelműen szemben megy azzal a nemzetközi jogi előírásokkal, hogy nem támadunk diplomáciai testületeket, diplomáciai épületeket. Az épületben 17-en halnak meg, köztük van az Al-Quds nevű szervezet vezetője, vezetőtábornoka. Ő egyébként, hát ugye a már ismert Szulejmáninak az utódja, akit az amerikaiak likvidálnak még Irakban, és maga az Al-Quds szervezet 2007 óta rajta van a terrorizmus listáján, amerikaiak részéről ezt a szervezet terrorista szervezetként tartják nyilván. Az Al-Quds és az iráni forradalmi gárda teljesen egyértelműen kapcsolatban áll a Hezbollah-kal, közvetlenül adnak útmutatást, fegyvereket, pénzt, katonai kiképzést, ismeretátadást. Tehát egy teljesen közvetlen kapcsolat van a Hezbollah és az a két szervezet között. És ezen keresztül nyilvánvalóan a vallási okok miatt a Hezbollah vallási vezetője és Irán vallási vezetője szintén jó kapcsolatokat ápol, és hát többször egymást is meglátogatják, illetve hát az jobban úgy zajlik, hogy a Hezbollah vezetője megy el Iránban, és tárgyal az iszlám köztársaság vezetőjével. Tehát ez a kapcsolat, ez tagadhatatlan. Tudjuk azt is, hogy iráni fegyverek nagy mennyiségben állnak rendelkezésre a Hezbollah részére. Tehát a Hezbollah és az iráni forradalmi kapcsolata, ezt nyugodtan vehetjük bizonyítatnak. Ezzel részéről többször volt már támadás különböző iráni forradalmi gárdához tartozó személyek ellen Szíriában, de likvidáltak Hamas vezetőt is Beirutban. Tehát az ő részükről egyfajta rutinszerű eljárás az, hogy külföldi területen megtámadják ezeket a személyeket, és ha tudják, akkor likvidálják. Nyilvánvaló egyébként hírszerzési szempontból fantasztikusan végrehajtott támadás volt, hiszen mindent tudtak, mikor van találkozó, hol vannak, pontosan az épületet. Tehát egy nagyon precíziós hírszerzési információk alapján hajtották végre a támadást. Volt-e neki nagy haszna? Hát azt kéne mondjam, nem igazán. Én személy szerint az a tapasztalatom, úgy látom, hogy ez a célzott likvidálás, amit az Egyesült Államok és ez az Izrael is folytat, az esetek többségében kontraproduktív. Tehát van egy terrorista szervezetünk, annak a vezetőjét kiiktatjuk, de az esetek nagy többségében ettől a szervezet tovább él, sőt, sokszor is bekövetkezik, hogy egy
még radikálisabb vezető lép az eredeti vezető helyre, és hát az Al-Quds az pedig hát egy olyan szerzet, akinek hát egy parancsnok által megölték, majd jön a másik, kineveznek egy újat, tehát ezek nyilvánvalóan nem fog változni semmi sem ebben a értelemben. Izrael azt gondolhatta, hogy ha gyengítheti valamennyire a forradalmi gárda és Hezbollah kapcsolat, akkor miért ne tegye meg, és hát valószínűleg nem számolt azzal, hogy Irán ilyen erőteljesen fog erre reagálni. Ugye itt a reakcióval kapcsolatban is felmerülnek kérdések, illetve nem akartam közbevágni, de még az is vitának a tárgya, hogy mennyire volt Damaszkuszban ez az épület ennek a konzulátusnak a része, mert látom, hogy ezzel kapcsolatban van egy vita, hogy az igazából nem a része volt, csak mellette volt, és a többi. Ebből látunk tisztán? Tehát kimondható az, hogy a konzulátus része volt? Kimondható, igen. Hát az épületen rajta van a tábla, és két épület közötti épület miért lenne máshova tartozó, mint a két épület önmaga, tehát három épületből a középsőt lőtték ki, tehát nyugodtan kijelenthetjük, igen, sajnos, ez diplomáciai terület volt, még akkor is, hogyha a herceg elnök önmaga is azt mondja, hogy hát nem volt benne biztos, de hát inkább csak mosdatni akarja a támadás magát. Nem lett volna szabad ezt Izraelnek megtenni, de sokszor látjuk azt, hogy háborúban nem feltétlenül tartják be a nemzetközi jogi előírásokat, és a nemzetközi jog önmagában egyébként egy gyenge jog, tehát annyit ér, amennyit abból ki lehet kényszeríteni a másik fél, hogy betartsa. De hát mégiscsak az a szokás, hogy ilyet azért nem illik, tegyük szép időzőjelbe, hogy nem illik tenni. Tehát azért igen, azt kell mondjuk, hogy sajnos egy diplomáciai épületen hajtottak végre támadást az izraeliek, tehát itt ebből a szempontból ez szinte bizonyított. Azzal kapcsolatban, hogy megtörtént ez a damaszkuszi támadás, ugye Izrael nem vállalta ezt hivatalosan, tehát azt nem tudjuk, hogy mi volt az oka vagy az indoka ennek. Elképzelhető az, hogy az izraeli hírszerzés tudott valami olyasmiről, készülőben lévő eseményekről, dolgokról, amely a Hezbollahot érintette volna, egy északról jelentett volna Izrael számára egy fenyegetést, és ezt megelőzően léphettek egy ilyet, vagy bármilyen információnk van, mert egyébként értelmetlennek tűnik. Nincs ilyen információ, hogy valami nagy dobásra készült volna Hezbollah. Hezbollah most már a háború kirobbanása óta rutinszerűen egy alacsony szintű konfliktusban van Izraellel, időnként kevesebb, időnként több rakétát, aknövető gránátot, páncéltörő rakétát lő ki izraeli területre, az izraeliek visszacsapnak légierővel vagy tüzérségi eszközzel, de gyakorlatilag kialakult egy buffer zóna a határ mentén, az izraeliek kiürítettek lakott területeket, Hezbollah vagy hasonló tett. Most annak kapcsán, hogy Izrael visszacsapott Teheráni rezsimre, de hát nem magára, Teherán városára, ott nagyobb mértékben hajt végre Izrael most már, nagyobb mélységben hajt végre légi csapásokat libanoni területeken, ami egy picivel fokozta az eszkalációt Hezbollah és Irán között, de még mindig egy alacsony szintű, hiszen tudjuk, hogy több mint 100 000 rakétával rendelkezik Hezbollah, tehát egy rakéta eső zúdíthatna Izraelre, ha ilyen szándéka lenne, vagy ilyen utasítást kapott volna Teheránba. Na, akkor beszéljünk egy picit az iráni válaszcsapásról, mert mielőtt még sor került volna rá, én is több szakértővel beszéltem, és volt olyan szakértő, aki felhívta arra a figyelmet, hogy mivel nem igazán lehet tudni azt, hogy az iráni atomprogram milyen stádiumban van és hol áll, ezért minden eszköz, ami elindul Iránból, potenciálisan akár atommal is föl lehet szerelve, tehát Izrael számára fokozott biztonsági kockázatot rejt. Mégis azt láttuk ennél a támadásnál, hogy több száz harci jármű indult el, ezek között többféle eszköz volt a levegőben. Egyik sem tartalmazott szerencsére atomfegyvert, de ugye ezt előre nem lehetett tudni, vagy előre lehet ezt tudni? Valószínűleg az Izrael azért gondolhat az, hogy ezek a támadeszközökben, és hát az amerikaiak és más nemzetek is nincsenek nukleáris robbanófejek, hiszen a nemzetközi atomenergetikai ügynökség jelentései azért rendszeresen megjelennek, és hogyha ezeket végigolvassuk, tavaly
évtől kezdve, nyilván van októbertől egy más jelentések is megjelennek. Ezek tartalma egyértelműen mutatja azt, hogy hol tart. Nagyjából hol tart az iráni rendszer az atomfegyver fejlesztésben. Ezekben a jelentésekből az derül ki, hogy 128 kg 60%-ra dúsított uránnal rendelkezett Irán, és ennek a folyamatos termelése, ennek a 60%-ra dúsított uránnak a folyamatos termelése is megfigyelhető havonta 6-7-8 kg mennyiséggel növekszik ez a mennyiség. Legutolsó jelentés az február 28-ai, abban azt állapítja meg az ügynökség, hogy ez a mennyiség, ha 90 és a feletti százalékra lenne dúsítva, akkor körülbelül 3 atomfegyver, ez elegendő hasadó anyagot jelentene. Körülbelül 42 kg-ban állapítja meg az ügynökség azt a mennyiséget, amiben úgy lehet számolni urán tekintetében, hogy ez egy elegendő, egy robbanó fej elkészítése ez. Másfél azt kell tudni, hogy a iráni nukleáris program hát elég hosszú történetre nyúlik vissza még a sah idejébe. A Reza Pahlavi nagyon imádta a nukleáris technológiát, a modernitást látta benne, a tudást látta benne. Amikor az amerikaiaktól megkapják az első kutatóreaktort 79-ben, meglátogatja és úgy dönt, hogy az egész országát nukleáris energiára fogja átállítani, villamos energia termelés tekintetében, és a gázt és az kőolajat pedig majd eladja. És ez akkor több mint 20 atomerőmet rendel meg különböző országoktól. Meg is kezdődnek az építkezések, a németek elkezdenek egy erőművet építeni, a franciák is elkezdenek, aztán jön a forradalom, Reza Pahlavi rendszere megbukik, és hát közvetlenül a forradalom után pedig váltás történik ebben a politikában, másrészt pedig hát kitör a iraki-iráni háború, és hát a háború alatt egyszerűen tudnak ezzel foglalkozni, sőt, az el nem készült építményeket még az irakiak meg is támadják, meg is bombázzák, háborús károk keletkeznek az épületekben, és csak jóval a háború után, mikor már Irán a sebeit már nem nyalogatja, kezdik el újra az egész programot. Azt látják, hogy hát a nagy sátán, az Egyesült Államok, főleg az öbölháború környékén ott van egy hatalmas hadsereggel Irán közvetlen közelébe, és hát fenyegetve érzik magukat, függetlenül attól, hogy nem az Irán a célpont, hanem a Saddam Hussein hadserege, és hát ebben látnak egy olyan kitörési lehetőséget, ami a saját biztonságot tudják garantálni, tehát ők elindulnak egy olyan fejlesztés felé, ami talán unikális az egész világon, hiszen a hadsereg mellett ott van az iráni forradalmi gárda, aki rendelkezik a balisztikus rakétákkal. Nem a hadsereg rendelkezik, hanem a forradalmi gárda. Hatalmas fejlesztés indítanak a rakétatechnológiában, majd jön hozzá a nukleáris fejlesztés, és tegyük hozzá, hogy az Al-Quds pedig a aszimmetrikus hadviselés tudásközpontjává válik az egész Közel-Keleten. Ez a fejlesztés természetesen nem történhet a világ figyelmének elkerülése nélkül, hiszen Irán aláírója az úgynevezett atomsorompa egyezménynek, tehát a nemzetközi atomenergia ügynökség látogatásokat tart Iránban, és ellenőrzi azokat a lépéseket, amit elkezdenek kiépíteni. Tehát maga ez az együttműködés a nemzetközi atomenergia ügynökséggel nem mindig transzparens, hogy finoman fogalmazzunk. Tehát kiderülnek olyan létesítmények, hogy amik iráni ellenzékiek jelentenek be. Műhold felvételek alapján jönnek rá, hogy ott valami komolyabb tevékenység folyik, és első perctől kezdve Iránnak az a célja, hogy az ő nukleáris programját saját erőforrásaira próbálja alapozni. Tehát eleinte külföldről vesznek még urániumot, majd keresnek az országba, és találnak két bányát, és onnantól kezdve saját uránbányájuk van. Először külföldről szereznek be nehézvizet, utána nekiállnak saját nehézvizet gyártani, majd
úgy döntenek, hogy olyan reaktorokat is kezdenek építeni, ami egyértelműen azt sugallja, hogy atomfegyver gyártására készülnek. Ez az egyik ilyen erőmű a natanzi létesítmények, ahol elkezdenek dúsítani urániumot, urán-235-öst. Ugye tudjuk azt, hogy 0,7%-ban természetben ez fordul elő az urán kibányászott urában, és ezt kell feljebb tornászni, hogy ebből megfelelő hasadóanyagot készítsenek. Nagyon érdekes az, hogy egyáltalán hogyan jutnak ahhoz a technológiához, hogy képesek dúsítani, urán dúsítani. Ez összefüggésben van egyébként Pakisztánnal és Indiával. Teljesen szinte kicsit észbontó történet. Hát tudjuk azt, hogy 50-es évek végén, magában az 50-es években is Kína nagyon agresszívan viselkedik a szomszédaival. Területeket vesz el Indiától, és van egy indiai-kínai háború, és ott az indiai hadsereg leszerepel. És ezért India azt gondolja, hogy hát neki szüksége van valami garanciára, hogy a jövőben, ha konfliktusba keveredne Kínával, akkor legyen, aki hát megfenyegíti Kínát, és ezt a garanciát nem kapja meg se a szovjetektől, se az Egyesült Államoktól. Ezzel úgy döntenek, hogy saját képességet építenek ki, és hát Indiának kapóra jön az a helyzet, hogy a moszkvai vezetés és a maoista Kína egyre inkább szembe kerül, ezért a Khrushchev féle szovjet vezetés egyre jobban támogatja Indiát, fegyvereket szállítanak neki, harci repülőket, majd elkezdődik a nukleáris technológia transfere is, és aminek a vége aztán majd a indiai atomfegyver létrejötte lesz. Itt szeretnék egy momentumot megemlíteni, hogy mire eljutnak az indiaiak oda, hogy megfelelő mennyiségű hasadonyók van, ez 1972. És Indira Gandhi akkor úgy dönt, hogy jó, akkor legyen fegyver, és ez 2 év, mire a fegyvert tesztelik. Tehát az első atom kísérleti robbanás, az 2 év kellett nekik. Hasonló időszakon megy át Pakisztán is. Ott is van jobbra-balra eltéredések, ugye Pakisztán pedig elveszíti 71-ben a háborút India ellen, és így válik Kelet-Pakisztán Bangladessé. Szakad ki a Pakisztáni Unióból. Pakisztán is azt érzi, hogy katonailag gyengébb, mint India, tehát szükség van egy valami ellensúlyra, és akkor látják az indiai atomrobbanást, tehát akkor nekik is meg kell szerezni a saját eszközeiket, és Abdul Qadir Khan nevű pakisztáni, aki elmegy Európába tanulni, Németországba, Hollandiába, Belgiumban doktorál, munkát kap az Olanko nevű konzorciumnál, brit, holland, német konzorciumnál, és elkezd dokumentumokat fordítani hollandról, németre és oda-vissza, és ennek kapcsán a centrifugáknak a tervrajzait ellopja. Ezt hazaviszi, és Pakisztán gyakorlatilag ezzel kezdi el az urándúsítás, és Pakisztántól Irán úgy kapja meg ezeket a dokumentációkat és technológiát, hogy ez az ember elkezdi egy maláziai cégen keresztül árulni a nukleáris technológiát különböző országoknak, többek között Líbiának, így jut hozzá Irán is, és mint régebben mentek a pakisztániak tanulni, most a irániak mennek Pakisztánba tanulni. És érdekessége még az, hogy Líbia is érdeklődik erősen a nukleáris technológia iránt, csak Ali Bhuttót megpucsolják, felakasszák, és akkor a következő katonai vezetés pedig személyes problémákért támasztanak Kataféke szemben, és kiutasítják a líbiakat, tehát ott megszakad ezzel kapcsolat. De ezt a pakisztáni technológiát kezdi el Irán saját maga gyártani, és ezek azok a nagy mennyiségben létrejövő centrifugák, amikkel aztán dúsítják az urániumot. És hát azt kell tudni az urán dúsításról, magára, mint folyamatról, hogy a 0,7%-ról atomerőművi, mondjuk így békés felhasználás szinte, tehát 2-3, max. 5%-ig vagy dúsítás, ez maga a dúsításnak a háromnegyede.
Tehát egyáltalán nem egy lineáris folyamaton van, hanem exponenciális. Azt mondja, az eleinte iszonyatosan nehéz, nagyon lassan dúsul az urán, később azonban sokkal inkább ez fel tud gyorsulni. Tehát 20 után a következő lépés a 20%-os szint, majd ezt a 60%-ra viszi fel Irán. Vannak amerikai hírszerzők, akik azt mondják, ez 70%, de gyakorlatilag nincsen nagy különbség, hiszen 60-70%-a, 90%-a gyak fölé vinni, ez gyakorlatilag hetek kérdése. És hát azt látjuk, hogy független attól, hogy mi történt október óta, 60% feletti dúsítás ismeretek szerint nem történt meg. Ugyanakkor ez a hát nehéz ügy az egészben, hogy lehetnek rejtett intézmények, és hát a Atomenergia Ügynökség jelentése említ 4 olyan helyszínt, ahol urán nyomokat találnak, olyan izotópokat, amiknek nem volna szabad ott lenni, és hát ezeket felteszik a kérdést természetesen az irányátnak, hogy akkor ez most miért van így, és hát a választ egyelőre nem elégíti ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget, tehát elképzelhető, hogy vannak rejtett helyszínek, ahol tovább folytathatják erről a 60%-os szintről, magasabb szintre való dúsítást. De ez nyilván egy politikai döntés része még Iránban is. Azt látjuk egyébként az egész iráni programban, hogy ott is volt azért jobbra-balra eltérések, fejlesszük, ne fejlesszük, de hát a vége mindig az lett, hogy azért tovább vitték a programot. Főleg láttuk azt, hogy 2020-ban izraeli Kidon kivégzőosztag megöli Mohsen Farkazadeket Teheránban, a program vezetőjét, és ennek az a válasz Irán része, hogy gyorsítják a programot. Ugyanez a válasz érkezik, amikor a Stuxnet nevű vírus telepítik 2020-ban a natanzani dúsítóban, ahol aztán ez a vírus azt okozza, hogy fals információkat ad az irányító rendszernek és a nagyon nagy fordulatszámon forgó centrifugák túlpörögnek, és akkor több ezer centrifuga tönkre megy. Hát ezzel is valamennyire meg tudják akasztani a programot az izraeliek, de hát egyáltalán nem sikerül megállítani. Más szabotások is vannak. 21-ben ugyanezen a helyen egy tűzüt ki, áramkimaradásokat okoznak, de ezek mind kevesek ahhoz, hogy a program megálljon, sőt, még egyszer mondom, úgy tűnik, hogy inkább inspirálják Iránt arra, tovább vigye az egész programot. Ezen kívül azt is látjuk, hogy ez egy nagyon kiterjedt program. Elkezdődik Teheránban egy kutatóreaktorral, ma 23 helyszínen 41 intézmény foglalkozik nukleáris technológiával, tehát egy nagyon kiterjedt, és az atom technológia, a nukleáris technológia szinte minden szintjével foglalkoznak. Foglalkoznak a fűtőelemeknek a feldolgozása, amik már kijöttek az erőműből, ebből kivonni különböző izotópokat. Tudjuk azt, hogy Bucserbe van egy működő reaktoruk, 1000 megawattos, ezt egyébként az oroszok készítik el nekik, hiszen, mint említettem korábban, ugye bedőltek az ilyen atomreaktori projektek, tehát az oroszok azok, akik ezt befejezik, de Natanzban 3 kutatóreaktoruk van, és most tervezik a negyediket, ezt már kínai segítséggel építik, és hát további 4 erőművet is akarnak még építeni. Tehát nem csak az, hogy jelenleg miük van, hanem a tervezett projektek is azt mutatják, hogy Irán tovább akarja folytatni ezt a tevékenységet. Ami ez egyébként hozzájárult 2015-ös ENSZ határozat, 2231-es határozat, ugye elvileg ez az, amit a köznép, közvélemény úgy ismer, hogy az atom deal, megkötetik Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, és még az Európai Unió, Franciaország is részt vesz az egyezmény aláírásában, és akkor Irán kötelezettségeket vállal egy sor intézménynek a ellenőrzés megengedésére, illetve magára a
az arak erőműnek a bezárására, átalakítására. Ez az arakban levő kutatóreaktor, egy 40 megawattos reaktor, egyértelműen arra lett kialakítva, hogy plutóniumot állítsanak benne elő, nehézvizet is állítanak elő, és ennek az egyezmény értelme ezt az erőművet teljesen be kellett volna zárni, kivenni az atomreaktornak a magját, ezt meg is teszik egyébként, és azóta se igazándiból indult újra a reaktor, de vannak olyan információk, hogy ezt a kivett reaktormagot újra gyártották az irániak, tehát lehet, hogy későbbiekben akár vagy itt, vagy egy másik helyszínen hasonló reaktort létre tudnak hozni. Tehát mindig voltak olyan momentumi az egész programnak, hogy nem voltak teljesen transzparensek. Ugyanakkor ugye Donald Trump 18-ban felmondja ezt az egyezményt, ami többet árt az egész programnak, mint használ. Az egész ellenőrzési programnak, mint használ, hiszen azt adja Iránnak azt a jelzést, hogy néhány hónap múlva, hogy hát tovább mehet minden, és az eredeti leg 18 pontban megfogalmazott tételek, amit ellenőrizni kell ennek a projektnek az alapján, az ma már csak 6-ot el tudnak ellenőrizni. Összes többi 12-t felmondta, megszüntette Irán, és az előbb említett nukleáris ügynökségnek a jelentései, ugye két jelentésről beszélünk, az egyik a atomsorompa egyezményről, másik pedig pontos ezt az ENSZ határozat egyezményt boncolgatja, hogy mire jutnak az ellenőrök, és gyakorlatilag a második tekintettől azt mondják, hogy gyakorlatilag megszűnt. Irán már nem működik ebben egyáltalán köze, sőt, tavaly októberben az ellenőrök egy harmadát kitessékelt az országból, tehát még az ellenőrzés is gyengébb lett. Tehát egy úgy tűnik, hogy nem lépték még át azt a abszolút piros vonalat Iránban, amit sokan feltételeznek, de nagyon közel állnak az atomfegyver elkészítéséhez. Itt még az atomok, vagy az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatban térnék egy picit vissza, mert ez nem úgy történt, hogy Obama volt az amerikai részről, aki ezen változtatott, tehát hogy akkor volt érvényben egyfajta atomsorompó, és ő valamennyit könnyített ezen, vagy egy olyan alkut kötött, amit emlékszem, hogy nagyon sokan kritizáltak akkor, hogy igazából nem elég szigorú, akkor ezt a Trump felmondta, azzal az akarattal, hogy majd ő akkor egy szigorúbb ilyen atomalkú egyezményt köt, vagy legalábbis szankciókat vet ki Iránra, mert hogy amit Obama csinált, az nem megfelelő, de hogy ezek mégse történtek meg. Tehát volt a múlt években, emlékszem, hogy ez egészen komoly téma volt, hogy az atomalkúval kapcsolatban nem haladnak előre a dolgok, tehát valahogy zátonyra futott ez itt Trump után. És még itt az atomerőügynökség, nemzetközi atomerőügynökségre visszatérve, úgy tudom, hogy itt is volt egyfajta ilyen hullámzás. Tehát volt egy időszak, amikor beengedték ezeket az ellenőröket, aztán említették, hogy ki is tiltották őket, és talán Ebrahim Raisi volt az, aki ebben egy kicsit ilyen liberálisabb volt, vagy hát ez nem biztos, hogy jó szó erre, de hogy engedékenyebb volt ezzel kapcsolatban, és ő engedte őket be az országba. De aztán megtörtént Iránban egy konzervatívabb fordulat, és egy olyan elnök lett, aki ebben sokkal erőteljesebb, vagy határozottabb volt. Hát így van, ugye tudjuk, hogy Ahmadinejad alatt nagyon kemény vonalas politikát kezdett el Iránnak folytatni. Az akkora visszatérve, természetesen mindig lehetne szigorúbb, mindig lehetne puhább, de maga az alkú az abban az időpontban a legjobb kialkodott egyezmény volt, amihez úgy tűnt, hogy Irán is hajlandó hozzáigazodni, nem fossza meg Iránt a nukleáris technológiától, de hatalmas gátat szab afelé, hogy Irán tovább vigye ezt a programot atomfegyver irányába. Az amerikaiak hajlandók lettek volna saját maguk atomerőművekben felhasználható urániumot biztosítani Irán számára, csak mondjon le arról a szándékorról, hogy tovább dúsítson, vagy plutóniumot kezdjen előállítani. Természetesen lehet kritizálni az egyezményt jobbról, balról. Maga egyébként az atomsorompa egyezménynek van egy ön által is említett új cikke, ami azt mondja Irán, ami azt mondja Irán, hogy ez ő nem írta alá, ő nem akar ezzel foglalkozni,
nem tekinti magát ennek semmifajta közösségnek, sőt azt mondja, hogy ez felfüggeszti, tehát nem érdekli ez a része. Ez pedig ugye egy újabb kontrollrész lett volna az irániak részére, tehát ebben megint csak azt mutatja, hogy nincs teljes körül együttműködés Irán és a ügynökség között, és hát az előbb említett kiutasítások és a különböző helyszíneknek a be nem jelentés, és azt mutatja, hogy Iránnak azért van takargatni valója, tehát nem igazán játszik tisztességes játékot, de ebben is voltak jobbra-balra, volt, amikor jobban együttműködött, vagy ön is említette, volt, amikor még abszolút keményebben álltak a kérdéshez. Hogyan lehet egyébként az egész programot most így értékelni? Tehát lehet-e békésnek tekinteni? Ugye a 96-ban a mostani vallási vezető azt mondja, hogy egy fatvában, hogy az atomfegyverek gyártása, felhalmozása az szégyenteljes, az tiltott, iszlám ellenes, és a többi. És gyakorlatilag nincsen nukleáris doktrinája Iránnak, hanem ez a fatva van, ami érvényben van. Ezt megerősíti 2003-ban is, de hát azt kell látnunk, hogy maga a program, ami megvalósul, reálisan megvalósul irányban, ez nem békés természetű. Illetve van békés természet, de egyértelműen van atomfegyver megszerzés irányú vonatkozása is, hiszen amit említettem, 60%-os urán dúsítás, ami abszolút nem függ össze semmilyen békés célú atomerőművi tevékenységgel. Plutónium előállítása való törekvés, ami szintén gyanítható, hogy ez atomfegyverhez szükséges. Minden szegmensével rendelkezik Irán a nukleáris technológiának, ezeket mindegyiket kutatja, folyamatosan fejleszti. Fejleszti a centrifugáit, a dúsító berendezést, és lehetne még tovább sorolni. Törekszik a saját ellátása, ami azt jelenti, hogy számol azzal, hogy szankciók léphetnek ellene, és voltak is szankciók Irán ellen, de akkor is meg tudja ezt saját erőből, autonóm módon valósítani. Titkos helyszínek derülnek ki, legutóbbi jelentésből is 4 helyszínt említenek, tehát nem transzparens a program. Már pedig egy program nem transzparens, akkor azt jelenti, hogy rejtegetni való van. Újabb projektek indulnak, nagy számban, említettem, ez a 4 új reaktor is, új kutatóreaktort is akarnak kínai segítséggel építeni. Gyakorlatilag korlátozott együttműködés van a Nemzetközi Atomenergetikai Ügynökséggel, ami hát mindenképpen kritizálandó, és mindenképpen azt mutatja, hogy Irán takargatni valója van, és nem szándékozik minden lapját kiteríteni. Úgy tűnik, hogy egyébként maga az atomsorompa egyezmény is hát kezd pontosan Irán miatt azért válságba kerülni, hiszen azt kell látjuk, hogy 190 aláírója van az egyezménynek, de kik azok, akik nem írták alá? India, Pakisztán, Izrael, Észak-Korea. És hát érdekességképpen Dél-Szudán, de hát ott ugye tudjuk azt, hogy az megszületés után polgárháború volt, tehát nem is nagyon tudtak igazánival foglalkozni ezzel. Tehát az a másik problémája az egésznek, ha egyszer deklaráltan kiderül, hogy Iránnak atomfegyvere van, hogy ez domino effektust váltat ki a térségben. Egyértelműen van 2 riválisa, Szaúd-Arábia és Törökország. Szaúd-Arábia is mondta, hogy valójában iszlám ellenes ez az egész atomprogram, de hogyha egyszer Irán ezzel rendelkezik, lehet, hogy ő is átgondolja. Törökországban is atomerőmű projekt már van, tehát látjuk azt, hogy persze, de ez mindig békés céllal indul a technológiának a megismerése, ugyanezen az Emirátusokban is van már. És itt azért utalnék egy amerikai dilemmára. Tehát amikor megkötik az üzlet az amerikaiak az Emirátusokkal, kikötik, hogy dusítás nem lehet, mindent ők hozzák, viszik a fűtőelemeket, és semmi másra nem foglalkozott az Emirátus. De az Emirátus azt mondja, hát nekem erre jogom van. Tehát addig, amíg békés céllal üzemeltet különböző nukleáris létesnek, azt mondja, nekem erre jogom van, akkor még korlátoznak ebben. Másik dilemmája az Egyesült Államok, jó, én most korlátozom ebben az Emirátusokat, de akkor lehet, hogy megkapja mástól.
Tehát egy nagyon kényes helyzet van, és... Mert hogy egyébként a szaudi, meg a török a műveket, azt oroszok építik, vagy építették? Így van. Na, Szaúd-Arábia nem épít még atomerőművet, de a törököt azt igen, azt az oroszok építik. De ott van egy egyezmény, nem? Vagy valami egyesség már kötetett Szaúd-Arábiával, nem? Igen, hát a Szaúd-Arábia kacsingat az orosz technológia fél, ha amerikaiaktól nem kap, akkor ugye kaphat a másik irányba. És ez egy nagy konfiguráció az egész Közel-Keleten, és hát az egész mai nemzetközi biztonságpolitikának egyik problémája, hogy megosztott a biztonsági tanács, korábban azért mégiscsak tudtak bizonyos esetekben legalább egyességre jutni, amit említettünk, hogy ez az atomalkó esetében is. Most nincs ilyen. Most kizárt az, hogy az oroszok kihátráljanak Irán mögül, hiszen fegyvereket kapnak Iránba. Tehát Irán maga biztosabb lehet azért, hogy az oroszok ők támogatják ebben. Irán nagy mennyiségben olajat Kínának, tehát megint csak biztos lehet abban, hogy Kína nem fog fellépni szankcionális esetekben Irán ellen. Irán, ugye amikor közvetlenül megtámadta Izraelt most itt az elmúlt időben ezekkel az eszközökkel, amikről már itt a műsor elején beszéltünk, akkor ugye utána lehetett számítani egyfajta izraeli válaszcsapásra, vagy egy jó darabig a levegőben volt, hogy na most mit lép Izrael, és szeretnék is a válaszcsapásról is beszélni, de még előtte elhangzott az iszlám forradalmi gárda egyik magasrangú tisztjétől az, hogy Teherán készen áll megváltoztatni a nukleáris doktrináját válaszul Izrael fenyegetéseire, és ugye ezzel próbálták elrettenteni Izraelt a válaszcsapástól, mert az látszott, hogy azért ott volt pár nagyon feszült nap, hogy most mi jön ezután. Most az imént, ha jól értettem, és ezért is akartam ezt erre a kérdésre visszatérni, hogy Teheránnak egy fatva van érvényben, de nincsen igazából kifejezett doktrínája, és ha nincs, akkor mit akarnak megváltoztatni, vagy létrehoznának egy doktrínát, ami másról szól, vagy ez mi? Hát ez nagyon jól hangzik, hogy megváltoztatjuk a doktrínát, de hát nincs doktrína. Tehát tényleg az van, hogy egy olyan országról beszélünk Iránban, ahol a legfelsőbb vezető hatalma megkérdőjeztetetlen, tudása megkérdőjeztetetlen, a zöld programoktól kezdve az abortuszig mindent őz, ami gyakorlatilag irányít az országban. És hát az egy ő vallási utasítása, parancs az, ez a fatva, ami gyakorlatilag szabályozza az országban azt, hogy hogyan álljanak a nukleáris kérdéshez. Azt is látni kell, hogy Khamenei 85 éves. Tehát sokáig már valószínűleg nem fog élni. És hát az iráni forradalmi gárda az, aki most nagyon nagy súlyjal esik az ország politikai életébe. Természetesen erre nehéz bizonyítékot találni, de az az érzésem, hogy az iráni válaszcsapás, ez a 331 repülőeszköznek a kilövése is lehet egyfajta, egyszerűen csak a forradalmi gárdának a bosszúja. Hogy megölték a vezetőinket, na akkor most megbüntetjük a kis sátánt, mert hogy erre merészkedett, és a forradalmi gárda egy erős politikai befolyással rendelkezik az iráni életben, nem csak a politikában, a katonai szerepe is nagy, területvédelmet lát el, plusz beépült Irán gazdaságába is. Tehát ők egy nagyon erőteljes mozgatórugói az egész iráni rendszernek, hiszen ők a letéteményései az iszlám forradalomnak. Tehát igen, elképzelhető ez az, hogy az izraeli is ugye gondolkodott az, hogy milyen válaszcsapást lépjen, hiszen mégiscsak 7 rakéta becsapódott a területére. Egy nagyon, nagyon gyér választ adtak. Ugye több radikális is az izraeli kormány már kritizálja Netanyahut, hogy hát ez kevés volt. Valójában ez egy... Én úgy gondolnám, egy közel-keleti mentalitás, hogy ki az, aki az utolsót üti. Tehát enyém az utolsó szó. Hát láttuk MDV tárgyaláskor is, hogy Arafat és az izraeli miniszterelnök, hogy terelgették egymást, kilépjen be utoljára a terembe, mert ő a domináns akkor. Tehát ez egyfajta mentalitás. Jó, visszaütöttünk, de nem nagyot nyilvánvalóan. Tehát látszik az, hogy az a rakéta, amely eltalálja. Egyébként ez Efazán, annyira is érdekes ez a hely, hogy ott kutatóreaktorok vannak,
egy 30 ezer főt foglalkoztató létesítmény, nukleáris komplexum van, fontos katonailag is katonai repülőtér van, védik S-300-as rakéták, és annak egy radarját kilőni, olyan rakéta, ami igazán robbanó fej sincs, azért ez is egy katonai teljesítmény, tehát az is az jelzés értékű irán számára, hogy azért Izrael nem szólt lebecsülni sem. Megbüntetni akarták Izraelt. Nyilván több találat is akartak, hogy több találat legyen Izraelben, de ők már, amikor ez meg volt az irányomás, akkor is mondták, jó, mi részünkről befejezve, és nem akar igazándiból Irán eszkalálni tovább a helyzetet, hiszen ez valójában most senkinek sem érdekel, és főleg nem érdekel a nagy hatalmaknak, nem érdekel Kínának, nem érdekel Oroszország, nem érdekel az Egyesült Államoknak. Az oroszoknak szükség van az iráni fegyőrekre, említettem már, Kínának az iráni olajra, és az Egyesült Államok pedig hát a választások előtt áll, ami jobbára mindig abba szokott kitüremkedni, hogy hát az amerikai politika az inkább kezd befele fordulni, és a saját ügyekkel foglalkozni, tehát főleg nem akarnak egy háborút a Közel-Keleten. Sokszor találkozik az ember azzal a kérdéssel, amikor az iráni atomról szó van, akár egy műsorban kommentek szintjén is, hogy ha joga van Amerikának, vagy joga van Izraelnek atomfegyverhez, aki egyébként hivatalosan nem atomhatalom, de azért körülbelül, mint ahogy a damaszkuszi támadást, mindenki úgy kezeli azt, hogy Izrael rendelkezik ilyen fegyverekkel, technológiával. Tehát, hogyha nekik joguk van, akkor miért nincs joga Iránnak? És sokan arcátlannak tartják még azt is, hogy Izrael egyáltalán szabotás akciókkal, de megpróbálja fékezni ezt a fajta iráni atomhoz való jutást, vagy atomfegyverhez való jutást. És, de ugye itt van az a különbség, hogy azért iráni vezetők részéről gyakran hangoztak el olyan kijelentések, amelyek Izraelnek kvázi majdnem az egész megsemmisítését tűzték ki célul. És lehet mondani, hogy ez egyfajta vallási elfogultság, vagy elvakultság, meg csak befele szól, de hát éppen önnel beszélgettünk itt régebben az iszlám terrorizmusról is, hát látjuk, hogy azért sajnos ez az elvakultság tettekben is megjelenhet adott esetben. És az a kérdésem, hogyha Izrael képes arra, hogy itt Iszfahán területén egy ilyen radart kilőjön, ami valóban arra lett elvileg kitalálva, hogy védje ezeket a nukleáris intézményeket, akkor gondolom, hogy meg lenne a képessége arra is, hogy magukat ezeket az intézményeket támadja. Miért nem teszi, vagy illetve a másik kérdés, hogy valóban mekkora biztonsági kockázatot jelent Izrael számára az iráni atom? Tehát jelenleg a térségben az egyik legjobb, hanem a legjobb légierővel nyilvánvalóan Izrael rendelkezik, és el tudja érni az előbb említett példalapján is iráni területeket, és csapást tud mérni. Probléma a következő Iránnal, ahogy említettem is, sok helyszínen folyik a nukleáris technológiának a megvalósítása, kutatása, tanulmányozása. Rengeteg intézmény van ebben, tehát egy nagy, kiterjedt projektről van szó. Másrészt már sokkal korábban Irán észlelte azt, hogy, és tanult is, tegyük hozzá, példákból, hogy Saddam Hussein akart egy koreai, észak-koreai reaktort, ezt az izraelek megsemmisítették. Szíria szintén akart egy hasonló reaktort, az izraelek ezt is megsemmisítették, tehát elkezdték a föld alá tenni az ő létesítményeket, és az olyan mélyen van, hogy a jelenlegi ismert hagyományos fegyverekkel nem lehet megsemmisíteni. Tehát ezért vannak a szabotás akciók, hogy tüzet, vírussal, meg szibertámadást hajtunk végre, vagy más módon próbáljuk akadályozni a programot, mert hagyományos fegyverrel magát a dúsítás, az atomfegyver ellátását úgy tűnik, hogy nem lehet megakadályozni. Tehát több olyan létesítmény van már régebb óta Iránban, ami egyszerűen a föld alatt van. Ugye hát nagyon hegységes részről hegység, beszélünk. Igen, be van ásva a hegybe, tehát nem lehet jelenlegi tudásunk szerint olyan eszközzel megbombázni, vagy rakétát indítani, ami ezt biztosan megsemmisíteni. Másrészt, hogyha Izrael úgy számolna, hogy akkor felszámolom az iráni nukleáris programot, akkor egy hullámmal sok célt kellene megsemmisíteni, nagyon sok célt. És erre jelenleg ő nem képes egyedül. És valószínűleg politikaiak se vállalná fel az Egyesült Államok támogatása, és esetleg zárójelbe betéve katonai segítsége nélkül. Amúgy nyilvánvalóan úgy érzi Izrael, aki a térségben az egyetlen nukleáris hatalom, hogyha
egy olyan ország, aki deklaráltan Izrael leradírozására törekszik, legalábbis kijelentések szintjén a térképről, és ez az ország atomfegyvert akar szerezni, akkor ez a legnagyobb kihívásnak tekinti. Tehát ezért próbálkozik mindenfajta módon akadályozni a programot. Én azt gondolom egyébként, hogy a Biden kormány még a regnálás elején megpróbálta újraéleszteni ezt az atom dílt, de Izraelnek ezek a lépései, hogy megöljük az atomprogram vezetőjét, a kibertámadás, ezek ellenhatottak ennek a megállapodásnak. Netanyahu nem igazán tetszettnek az előző megállapodásra, és egy újat se akar, hanem azt szeretne, hogy megfosztani abszolút a nukleáris képességektől iránt. Tehát ő is azért magasra teszi a lécet, valahol meg lehetne állapodni egy kompromisszumos részben, de az azt kellene, hogy Irán mondjon le arról, hogy más országokat ezzel megtámad ezzel a fegyverrel. Tehát kellene egy transzparencia, egy civil ellenőrzés a fegyverek felett és a többi, ami jelenleg nincsen meg. Régiós szinten is jelent ezek szerint egyébként kockázatot, mert az imént említette, hogy ugye ahogy India, Pakisztán szertett atomfegyverre, akkor Irán, tehát mások a térségben gondolhatják úgy, hogy ha nekik, akkor nekünk is, és pont azért van rá szükségünk, mert nekik egyébként van, és ez fenyegetést jelent a számunkra. Tehát, hogy akkor egy atomfegyverekkel rendelkező Közel-Keletről beszélnénk egy pár év múlva, vagy egy-két évtized múlva. Még egyszer úgy tűnik, hogy legalábbis a térség nagyobb hatalmai, regionális hatalmai, Törökország és Szaúd-Arábia valószínűleg azt a válaszlépést tenni, hogy vagy, ugye Törökország tudjuk, hogy amerikai Egyesült Államok állomást, azt nukleáris fegyvereket, lehet, hogy hasonlót meg kérne magának Szaúd-Arábia is garanciaként, vagy kifejlesztenek saját eszközöket is. Utolsó kérdés, Oroszországnak a szerepét egyébként hogyan látja itt az iráni atomprogramot tekintve? Most olyan nagyon történelmi áttekintésben már nem lesz időnk belemenni, de ha jól gondolom, akkor azon kívül, hogy úgymond megvették ezt a technológiát, ezt a dokumentumot, amiből rájöttek, hogy hogyan is kell ezt csinálni, azért itt az oroszok támogatása nélkül nem jutottak volna el idáig, gondolom. Hát jelentős volt az orosz támogatás az első bucsari erőműnek a gyakorlatilag a újraépítésére, és hát komoly kihívást is jelentette ezt az oroszok számára, hiszen nem ők kezdték, és hát az orosz tender, tehát meg a nyugati a különbözőek, de ez az erőmű egyébként békés, nukleáris energiát termelő erőmű, hideg, vizes, és a többi, tehát ez egy normális erőműnek tekinthető. A probléma nem azzal van, hogy ezt a nálunk is van atomerőmű Pakson, tehát és senki nem gondolja, hogy Magyarország atomfegyvert akar létrehozni, hanem, hogy az, és hát az oroszok vállaltak is, hogy az ebből az erőműből származó fűtőelemeket, amiket felhasználtak, ők elszállítják, és ők fogják majd továbbiakban kivonni belőle azokat az izotópokat, amiket lehet, és egy főleg a plutóniumra kell gondolni. Probléma azzal van, hogy politikailag van most Oroszország elkötelezve Irán mellett, tehát most nem feltétlenül az történik, hogy nukleáris transfer történik Oroszország és Irán között, hanem a katonai kapcsolataik olyan szinten vannak, hogy Oroszországnak érdeke, hogy Iránt senki ne bántsa, ne nyúljon hozzá se katonailag, se politikailag, és ott jelenleg azt látjuk, hogy a szankciók részének vége van. Irán sokkal szabadabban tud most mozogni, nagyobb a mozgástere, eladja a drónokat, rakétákat, és a többi. Tehát egy nagyon komoly fegyver háttért biztosít az Oroszország számára. Hát annyit még hozzátennék az egészhez, hogy ugye levonva azokat a példákat, amit láttunk India, Pakisztán tekintetében, tehát ha most Irán úgy változtatja a véleményét, hogy akar atomfegyvert, akkor körülbelül 3 hónap, fél évben megvan az a mennyiség, az a dúsított mennyiség, amiből elő tud állítani, és onnantól kezdve lehet arra számolni, hogy az első fegyver kísérleti példány az körülbelül 2 év alatt készülhet el. Tehát egy ilyen idő intervallummal lehet még számolni az egész egyik nukleáris projekt, iráni nukleáris fegyvert létrehozó projekt tekintetében.
Hát és hogy mi lesz ezután, hogy alakul a közel-keleti régiónak a sorsa, főleg, hogyha Irán hamarosan hozzájuthat ehhez a fegyverhez, az részben kiszámítható, részben pedig a jövő zenéje, főleg, hogy Izrael hogyan fog erre reagálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy segített egy picit magát az iráni atomprogramnak a történetét megvilágítani, mert talán ebben az egész konfliktusban ez egy kulcs kérdés, amiről egyébként valóban nem nagyon esett szó itt az elmúlt időszakban, úgyhogy köszönöm szépen Tomolya Jánosnak, terrorizmus szakértőnek, hogy itt volt. Nagyon szívesen.